Szeretettel köszöntök ismét mindenkit a Reveal Hidden Reality YouTube csatornám. Szokásunkhoz híven ez alkalommal is azzal fogunk foglalkozni, ezzel szeretnénk foglalkozni, hogy ismét újabb és újabb hamisításokat, csúsztatásokat, csalásokat, szándékos hamisításokat leplezzünk le az Isten beszédében, és hogy megismertessük minél több emberrel azok közül, akik főként kereszténynek vélik magukat, vagy valamilyen kereszténynek hitt szabadkőmös páholyban látogatnak, hogy ezek által a hanganyagaink által megértsék azt, hogy valójában mekkora veszélyben vannak, és hogy mi ezeknek az antikrisztusi hamis tanításoknak, propagandáknak, agymosásoknak a célja az emberek életében. Ez alkalommal arról szeretnék beszélni, hogy hogyan vezettek bennünket félre, és hogyan hitették el velünk azt, hogy mi magunk egyenként Istennek a templomai vagyunk, és az Isten, mint Szent Szellem, ugye a szabadkönyves nyelvújítók és illuminátista okkult teológisták által, vagy ezt becsempészték a Bibliába, és kereszténynek látszó tanként eladták nekünk. Ebbe beleneveltek bennünket, és már több generáció ezen felnőve adja tovább az ismeretségi körében ezeket az információkat, és sajnos ez pestisként támadja meg az embereket. Nemtől, kortól, társadalmi elhelyezkedéstől, társadalmi rangtól függetlenül. Ugye ennek az okkult teológiának a célja az, hogy minél szélesebb körben okkultizmus propagáljanak, és átítassák az embereket ezzel, azzal a hiszemmel, a jó hiszemű emberek azt higgyék, és azt fogadják el, hogy ezek által a szentlélek betöltekezések, szent szellem betöltekezések által magával a Teremtő Istennel töltekeznek be, és ezáltal magukba hordozzák az Istent, amelyet tulajdonképpen egy ilyen zenés, vagy éppen csendes meghitt hangulatban az ember el tud relaxálni, és meg tudja magába hallani a hozzá beszélő Istent, amint tanácsokat ad, vezetést és utasítást ad az ember számára, hogy mit cselekedjen. Ezzel a legnagyobb probléma az, hogy rengeteg ember azzal fordul hozzám, azzal a kérdéssel, hogy hogyan tudom megkülönböztetni a saját gondolataimat ettől a belőlem beszélő Istennek a hangjától, mert gyakran vannak emberek, akik azt mondják, hogy meg voltak győződve, hogy a belőlük kibeszélő Isten, mint Szent Szellem beszélt hozzájuk, és adta azokat az utasításokat, amit végrehajtottak, és csődöt, kudarcot vallott az egész dolog, tönkrement az életük, óriási banki adósságokba keveredtek, és teljesen kilátástalanná vált az életük. Házasságuk tönkrement, karrierjeik tönkrementek az embereknek, teljes családi élet tönkrement, és teljesen reményt vesztve teszik fel ezeket a kérdéseket az emberek, és jutatják el hozzánk, hogy mit tudnánk segíteni ebben, hogy megértessük velük, és valami frappáns megoldást adni mindenki számára, aki ugyanebben a problémával küzdik. Erre azt szoktam mondani, hogy sajnos erre egyetlen megoldás van. Ki kell az egész teóriát dobni a szemétbe, mert az Isten munkájában, az Isten eszközei között ilyen nincs. Hát ez a bennünk lakozó Szent Szellem mesdi, ez egy propaganda hadjárat, egy okkult teológia, hogy ebben felneveljenek generációkat, és az emberek így tudat alatt arra készülnek, hogy találkozzanak Isten ellenségével, azzal a politikussal, aki megmentőként fog fellépni Krisztus helyett, Isten fia helyett, mielőtt ő megjönne az egek felhőig, addig ez a földi Krisztus, ez a hamis Krisztus
a harmadik templomba fog megjelenni, és egyesülni fog Luciferrel, tehát Lucifer fog ebben lakni, tehát az összes ilyen szabadkönyves illumináti páholygyülekezetnek ezek a tanaik, ezek mind felkészítő tanok arra, hogy amikor az megjelenik, akkor semmiképpen ne úgy értelmezzék az emberek, hogy az valójában az Antikrisztus Isten ellensége, hanem úgy értelmezzék, hogy az a zsidóknak a várva várt messiása. És sajnos ennek a csalinak, a magát maga, a kereszténynek nevező embertömegekben közel 95%-a bele fog esni ebbe a csapdába, mert vizsgálódás, kutatás és utána ellenőrzés nélkül elfogadják ezeket az okkult tanokat. Ugye korábbi hanganyagainkban beszéltünk arról, hogy maga az írás Isten sokszor úgy mutatja be az ő fiát, mint a Szent Sátort, mint a templomot, a Jeruzsálemi templomot, szellemi értelemben, szellemi vonatkozásban. Ugye tudjuk, hogy mi volt a rendeltetése a Mózes idejében, Áron idejében levő Szent Sátornak, ami egy ilyen szétszedhetős, mobilis sátorrendszer volt, minden kellékével együtt. Ugye ez volt a találkozásnak a helye, ahol Isten akar találkozni, átvitt értelembe és közvetett módon Isten szeretett volna találkozni azzal az embercsoporttal, akik neki való engedelmességre határozták el magukat, és ebben akartak élni. Tehát ezt a népcsoportot hívták izraelitáknak tévesen, ugyanis Jákob Ábrahámhoz hasonlóan Jákob nem volt izraelita, hanem az ő nevét, Jákobot cserélte ki Isten Izraelre, utalva arra, hogy Isten eltervezett a megmentési tervében eltervezett egy csoportot, egy emberi csoportot, akit ő meg fog tisztítani az ő tanításai által, az ő vezetés által, engedelmességen keresztül, nehézségekben való helytálláson át, meg fog tanítani arra, hogy hogyan léphetnek vele kapcsolatba szent élettel és magas erkölcsel, hogyan kerülhetnek Istennel kapcsolatba, Isten által lefektetett kritériumokon keresztül, és ennek Jákob ösztönösen eleget téve úgymond beleesett az Istennek az akaratába. És ez miatt nevezte el Isten Jákobot Izraelnek, ami tulajdonképpen egy népcsoportnak, vagy nem is egy népcsoportnak, nem egy nemzetnek volt a jelzője Isten szemében, hanem egy emberi közösségnek mindenféle nemzetből, tehát teljesen mindegy, hogy kínai, vagy japán, vagy orosz, vagy pakisztáni, vagy magyar, tehát hovatartozástól függetlenül azoknak az embereknek a csoportja, akik arra határozták el magukat, hogy megértették azt, hogy jó Istennek engedelmeskedni, mert abból az ember számára csak jó származik az életében, és így ezen keresztül az ember élvezheti Istennek a védelmét, eltartását, táplálását, gondviselését, a betegségben való meggyógyítását, bajokból való kiszabadítását, stb. Stb. És azoknak az embereknek a csoportját, közösségét nevezte Isten Izraelnek. Ezt aztán ráragasztották a Jákob fiaira, teljesen tévesen, mivel Jákobnak volt 12 fia, ebből egyetlen egy volt az József, aki Isten kiválasztott az ő hűsége, szeretete, engedelmessége és bűngyűlölése miatt. A többi 11 testvér, főként a többi 10 testvér, akik egy ugyanazon anyától születtek, ők teljes ellentétben álltak Jákobbal, vagy Józseffel és Benjaminnal, tehát ők gyűlölték, és ezért el is adták Józsefet a izmaelita kereskedő karavánnak, akik eladták Józsefet
később Egyiptomba. Tehát az új szövetségben azt mondja Istennek a fia, hogy a tanítványainak, hogy arra foglak titeket méltatni, hogy az ő országában, az atyának az országában ők fogják ítélni Izraelnek 12 törzsét. Tehát ebből is kiderül világosan az, hogy semmiképpen sem lehet a testi izraelitákról beszélni, mint üdvösségbe bevonulók, akik mennyországba vonulnak a történelmük miatt, meg az ígéretek miatt. Ez teljesen téves felfogás. Testben éltek, testi bűnökben, és ez miatt nem mehettek be sem az ígéret földjére, sem pedig az Istennek az országába, a mennybe. Tehát az Ószövetség és az Új Szövetség is, főleg az Ószövetségben, amikor a szétszedhető sátorról volt szó, akkor Isten meg akarta értetni, hogy ez egy előkép volt, amikor eljön a fia, akkor ő fogja betölteni azt a feladatot és megvalósítani, amit a szétszedhető szent sátor nem tudott megvalósítani. Történetesen azt, hogy Isten az emberekkel akar találkozni ezen a helyen, közvetett módon, áldozatokon keresztül, és ezen keresztül az ő bocsánatába akarta részesíteni mindazokat, akik a sátorhoz járultak. Sajnos ez a sátor nem tudta beteljesíteni teljesmértékben az Isten által elérni kívánt célt, az embereknek a gyarlósága miatt, mivel idővel, mint Hofni és Finás, ugye a főpapnak a fiai elcsábították a sátorhoz járuló áldozni, bűnöket megbánni akaró fiatalasszonyokat, és paráznaságba ejtették őket, elszakították a férjeiktől, házasságtörésbe kergették a népet. És ez miatt nagyon sok esetben a sátor a prilláda nélkül maradt, mert a környező ellenséges népek sokszor elvitték a ládát. Ekkor Isten angyalának a jelenléte megszűnt oltalmazni az izraelitákat, a testi zsidókat, és ekkor mindig rengeteg bajban szenvedtek és küszködtek az izraeliták. Ez később Dávidnak a fia Salamon épített egy kőtemplomot ennek a sátornak a mintájára, aztán Jézus idejére ez a templom is csődöt mondott. Ekkora már Jézus idejében már a frillád úgy szintén nem volt többé a kőtemplomban. És ez a templom is arra akart utalás lenni, hogy Isten találkozni akar az emberekkel, arra akarja őket ösztönözni, hogy elhagyják a bűneiket, megszabaduljanak az ördög természetétől, és az Isten természetét öltözzék fel, gyakorolják, és abban járjanak, hogy Isten meg tudja nekik bocsátani, és ezáltal a mennyországba tudja őket Isten országába bevinni. Sajnos ez a templom sem töltötte be a feladatát. Végeredményként Isten a római hadsereget zúdította rá Izraelre és a Jeruzsálem állami templomra, akik aztán teljesen elpusztították a templomot. Így megszűnt az állatáldozat. És láthatjuk azt, hogy amikor Isten fia megáldozta magát, meghalt, és ezt az áldozatot Isten annyira szentnek és becsesnek tartotta, hogy erre nézve a későbbi generációkból ővel a kontaktusba kerülni akaró embereknek meg akar bocsátani, akik felhagynak az ellene irányuló engedetlenséggel és hűtlenséggel, és arra törekszenek, hogy az ő akaratát végrehajtsák, beépítsék az életükbe, és így szentül tisztán éljenek. Ezeket az embereket Isten az ő bocsánatában akarja részesíteni, az ő fiának az áldozatára nézve. És így tulajdonképpen maga az Isten fia volt az áldozat is, a főpap is és a templom is. Tehát ő maga töltötte be a tökéletes áldozatot, Istennek a fia töltötte be a tökéletes templomot, a találkozás helyét, mert ő rajta keresztül
tudunk mi emberek találkozni atyával, közvetett vagy közvetlen módon az engedelmességünk szintjétől függően. És ő maga volt a főpap is egyben. Tehát ez miatt, hogy ő maga lett a főpap, a Júda törzséből származva, amire nézve, ahogyan arról korábban beszéltünk, Mózes nem kapott semmiféle kijelentést, hogy a Júda törzséből valaha főpap fog származni, aki önmagát fogja megáldozni a nép bűneiért, és nem csak hogy a népnek, tehát az izraelitáknak, a testi Izraelnek fog megbocsátani Isten, és azoknak, az izraelitáknak, akik felhagynak a Mózes féle törvénykezésekkel, és elfogadják az Istennek a fiát, és az ő beszédeit kezdik el követni. Tehát ezeknek Isten megbocsát, és így fölveszi a testi izraelitákból az engedelmeseket a pogányokkal együtt, amikor is a pogányok teljesége bemegyen. Tehát láthatjuk azt, hogy több helyen az írás Isten fiáról, akár profétikusan, akár szimbolikusan, akár valóságosan mindig arról beszél, hogy a Szent Sátor, a templom, az mindig az ő fiát szimbolizálta. És így teljesítette be, így vált tökéletessé a feladata Isten fiának, templomként, a főpapként és áldozatként, mint áldozati bárányként, ami elveszi nem csak az izraeliták bűneit, hanem a világból, pogányságból megtérőknek a bűneit is, akik engedelmességben akartak élni Isten beszédével szemben, és az alapján, az útmutatás alapján akartak élni, ahogy azt Isten lefektette az ő írásában, erkölcsi normák alapján. Ennél fogva nem igaz az, amit ugye Péter beszédére hivatkozva, ugye a Pászka utáni 50. napon, mikor is Isten a megdicsőült test nélküli formájában meglátogatta a 11 tanítványt, ugye ekkor a Júdás kiesett a csoportból, és eddig ekkora olyan szintre kerültek az Isten fiának a tanítványai, a 11, olyan állapotba kerültek erkölcsileg is, és engedelmesség szintjén is, hosszú tűrésben, és a szenvedések elviselésében, hogy Isten arra méltatta őket, hogy a tanítványságból ő maga kiveszi őket, és küldöttén nevezi őket ki az ő munkájában, aminek is a szimbóluma az olajfa, a szelíd olajfa. A hazugságokkal és a szándékos félrevezetéssel ellentétben a szelíd olajfa nem a testi zsidóságnak a szimbóluma, nem a mai Palesztinában élő izraelitáknak a szimbóluma. Tulajdonképpen ezeknek az embereknek, embertársainknak semmi közük sincs az Istennek a tervéhez, főként nem olyan szinten, hogy ők maguk viteleznék ki Istennek a tervét a saját maguk nemzete által. Hiszen ha ma a testi Izraelre tekintünk, és meghallgatjuk azokat a híreket, amiket emberek beszámolnak, hogy mik történnek Izraelben, hogy élnek az emberek, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy semmivel sem különbek, mint bármelyik pogány nemzetben élő embertársaink. Mindennek ellenére nem szabad őket gyűlölnünk, nem szabad megvetnünk őket, ugyanolyan szeretettel kell lenni irántuk, és azzal a sajnálattal rájuk tekinteni, mint amivel Isten fia tekint minden egyes emberre, aki bűnben él, és az örök életét kockáztatja órára. Tehát az Istennek a munkájának a szimbóluma a szelíd olajfa. És tulajdonképpen a fiát, amikor elküldte Isten, és Istennek a fia az Isten beszédében felnőve
az engedelmességben egyre magasabb szintre jutva kifejezte azt, hogy ő véghez fogja vinni az életében az atyának az akaratát, és ő az emberi történelemben elsőként beváltotta az atya az atyának a tervét, az atyának a munkáján megvalósította, mint templom, mint szent sátor, mint áldozati bárány, mint főpap, és létrehozta Isten fia által azoknak az embereknek a csoportosulását, akik felismerték az Isten fiának való engedelmességben azt, hogy ez miatt az atya mindazokat örök életben fogja részesíteni és megbocsátja bűneiket, akik ugyanazzal a fáradtságos mindennapi tisztogató munkával tisztogatják az életüket a bűneiktől, és mindemellett pedig szeretettel segítséget nyújtanak a környezetükben élő embertársainknak, akik nagy nyomorúságban, szegénységben, éhénységben, fájdalmakban, betegségben, lesújtottságban, reménytelenségben élnek, és ez miatt Isten bevonja ezeket az embereket az ő munkájába. Tehát a Pászka utáni 50. napon, amikor Péter és a többi 10 tanítvány kimentek az utcára Isten utasításának elegetéve, és beszéltek az ott levő mindenféle nyelven beszélő embereknek, akik később aztán onnét hazatértek a saját országaival, és elmesélték az embereknek, hogy mit tapasztaltak, és hogy hallották az üzenetet az Isten fiának a meghalásáról, feltámadásáról, és a neki való engedelmesség által való örök életnek a lehetőségéről. Péter ekkor egy beszédet tartott, amiben Joel profétának az írásából idézett. Az apostolok második részének 16. versében így áll: hanem ez az, ami megmondatott Joel profétától. És lészen az utolsó napokban ezt mondja az Isten: kitöltök az én lelkemből minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a te véneiket álmokat álmodnak, és éppen az én szolgáimra és szolgáló leányomra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és profétálnak, és teszek csodákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelen, vértüzet és füstnek gőzölgését, a nap sötétségé változik, és a hold vérré, minek előtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja, és lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségével megtartatik. Itt most specifikusan egyetlen egy dologra szeretnék kitérni, amikor is azt mondja itt az írás, hogy kitöltök az én lelkemből minden testre. Tulajdonképpen itt egy nagyon finom csúsztatás történt, egy nagyon finom hamisítás, ami majdnem csak teljesen észrevehetetlen, és nem lehet észrevenni. Ugyanis itt az eredeti görög szerint nem arról szól az írás, hogy kitöltök az én lelkemből minden testre, hanem azt mondja az eredeti görög, hogy kitöltök az én lelkemből az egész testre. Nyilvánvalóan itt felsorolja, hogy a ti fiaitok és lányaitok, a ti véneitek, a ti ifjaitok, a szolgáló leányok és szolgálók, tehát itt emberek csoportjáról beszél, nem mint egy szeméről, hanem mint sokról, amelynek munkája által egy közösségbe formálódva a Földön képezik a Krisztusnak a testét. Tehát Krisztus, az Istennek a fia, miután az atya hazavitte őt az ő királyságába, hátrahagyta a tanítványokat, és a tanítványokon keresztül létrehozta az 50. napon, azon keresztül, hogy Isten személyesen jött be a tanítványok közé, az ő közösségükbe, az engedelmességük, az Isten iránt való engedelmesség, hűség és szeretet miatt meglátogatta Isten az ő jelenlétével ezeket az embereket, a 11-et, és itt azt jelentette ki számukra, hogy véget ért a tanítványságotok, és jól vizsgáztatok, ezután élesbe fog menni a munka, és én személyesen foglak benneteket utasítani, vezényelni, hogy mit kell tennetek,
milyen feladatokat kell végrehajtanotok. Tehát tulajdonképpen maga az atya a saját jelenlétével avatta az ő küldötteivé tanítványokat, ugyanúgy, mint amikor Isten fia is befejezte a tanítványságot, az atyának a tanítványságát, és az atya saját maga jelenlétével avatta az Isten küldöttévé az ő fiát. Ugye a bemerítkezésekor János által, amikor is látomásban egy galamb szállt az Isten fiára, ezzel adta jelét Isten, hogy ettől kezdve az Isten fia már nem tanítvány, nem tanulója az ószövetségi iratoknak, és nem tanítvány már, hanem magasabb szintre emelte az Isten, és küldöttként maga előtt elküldi az ő fiát oda, ahova majd az Isten személyesen menni akar. Tehát ebből láthatjuk azt, hogy az ő fia által utasítást adott a 11 tanítványnak, hogy ti maradjatok Jeruzsálemben, ne menjetek el, míg a többiek el is szaladnak, elmenekülnek az izraelitáknak, a zsidóknak, a farizeusoknak az üldözése elől, ti semmiképpen ne menjetek sehol, maradjatok egy helyen, és várjátok meg az én atyámat, amikor eljön közétek, mert ő az ő szolgáivá és munkásaival fog benneteket avatni, mivel befejeztétek a tanulmányaitokat, és az Isten úgy találta, hogy használható munkaeszközként tud titeket használni az ő munkájában, és így az atya a saját maga jelenlétével ajándékozta meg a 11 tanítványt. Ugye Isten fiának az utasítása nem a 120-nak, nem Máriának, nem Mária Magdalénának, és nem a későbbiekben megtérő 3000-nek, majd 5000-nek szólt, hanem specifikusan kizárólag a 11 tanítványnak szólt, hogy ti maradjatok Jeruzsálemben, várjátok be az én atyámat, amikor eljön közétek, és ő fog benneteket az irányításába és utasításába használni. És itt ők 11-en képezték azt a kezdetleges testet, ami szellemi értelemben a Krisztusnak a teste. Majd az ő munkálkodások során ez a test megnőtt a felházban, miután Isten meglátogatta a 11 tanítványt, személyesen tüzes lángnyelvek jelentek meg a fejük felett. Ezzel Isten kijelentette azt, hogy ők 11-en képviselik az én munkámat, tehát ők beletek oltva a szelíd olajfába, és ettől fogva ő rajtuk keresztül vitelezi ki Isten az ő saját maga akaratát, mind a pogányságnak az ő magához való fordításában, mint a testi izraelitáknak a jobb lelkületű és valóságosan Isten kereső személyeknek a visszacsatlakoztatásában, az Isten országába és az Isten munkájába. Tehát ez történt, és miután Péter prédikált, idézett a Joelből, Joel prófétának a könyvéből, és itt ebben a beszédben nem arról beszélt, hogy mindenki egyenként fűnek fának az Isten kitölti az ő szellemét, mint egy harmadik személy, és mindenki betöltekezik, és csinál azt, amit akar, hanem az Isten akarata szerint azokhoz fog eljönni, akik az Isten szemében egyre magasabb fokú engedelmességben élik az életüket az Isten és az ő fiának az elmondott utasításai alapján. Tehát itt lehet látni, hogy azt mondja, hogy profitálnak a ti fiaitok és a leányaitok, tehát a vigasztalásban, a bátorításban, a buzdításban, a feddésben vesznek részt, egymás bátorítva, és azt mondja, ti ifjaitok látásokat látnak, és a te vinéket álmod. Tehát itt nem arról beszél, hogy egy személy, mint te vagy én, profétálunk, aztán álmokat látunk, azt látásokat látunk, álmokat álmodunk, és profétálunk egyenként, hanem mint egy közösségről beszél, egy emberi csoportról beszél, amiben többféle
minőségben jelenlevő ember vesz részt. Tehát ez a többféle emberből összeálló közösség, az eklészia, a Krisztusnak a teste, tehát szellemi értelemben véve, természetesen nem húsvér értelemben. És amikor azt mondja az írás itt, hogy kitöltök az én lelkemből minden testre, akkor az eredeti írat szerint meg fogom ajándékozni az én jelenlétemmel a Krisztusnak a szellemi testét. És azok, akik ebben a testben, mint ifjak, mint vének, mint hajadonok, mint özvegyasszonyok, mint idősebb férfiak, vagy ifjak jelen vannak, és engedelmességre tettek bizonyságot az Isten előtt, őket Isten ezekben a közösségekben, az eklésziában, akik kijönnek Babilonból, Babilon hamis kereszténységéből, őket Isten használni fogja a csoportokon belül, hogy az Istentől való képességek által ezek az emberek egymást bátorítsák, vigasztalják, hogy mindenképpen az Isten ismeretére juttassák el az embereket, mindenképpen az isteni erkölcsben tartsák az embereket, mindenképpen ösztönözik az embereket arra, hogy megtartsák az örök életüket, és élvezik Istennek a bűnbocsánatát, és így elkerülhessék az Istennek az ítéletét. Tehát ebben a versben a csúsztatás és a hamisítás az, ahogy kitöltök az én lelkemből minden testre, itt nem minden testre, mint egyénenként, hanem az egész testre. És ha tovább megyünk egy pillanatra, megemlítem azt is például, hogy ezt meg is mondja, hogy időrendben mikor fog ez történni, tehát milyen jelenségek lesznek a világban. Azt mondja, hogy csodákat teszek az égben odafent, és éleket a földön idelen, vértüzet és füstnek gőzölgését, a nap sötétségé változik, a hold vérré, minek előtte eljön az Úrnak a ma nagy és fényes napja. Hát tudjuk, hogy a Úrnak nagy és fényes napja az az lesz, amikor is Isten dühöt, az ő dühe féktelen hevében elkezdi megverni az Antikrisztus birodalmát, tehát a földbolygón élő, létező embereket, akik nem fordultak Istenhez, nem hagytak fel a bűnös életmóddal, nem értették meg, hogy szentül, tisztán, erkölcsösen kell élni, felhagyni a bűnökkel, Lucifernek a felfogásával, és elsajátítani Istennek az értelmét a Bibliából, az ő gondolkodását, és e szerint kell élni, hogy ezzel az isteni természettel mehessenek be az emberek az Isten országába. És ebben a földi babiloni rendszerben, ami vallás, hamis vallás, politika, pénzügy és hadászat és bankrendszerből áll, tehát ezek az emberek ebben rendezkedtek be, azt hitték, hogy keresztények, azt hitték, hogy Isten fiának a követői, de erkölcsileg teljesen zűlöttek, lezűlöttek, feslettek, és ez miatt benragadtak a Babilon rendszerében. Tehát amikor is az Úrnak nagy és fényes napja lesz, akkor Isten maga, az Atya elkezdi megverni ezt a babiloni hamis álkeresztényi rendszert, ugye, amit kiterjesztettek az egész világra. Ma már a buddhisták is azt mondják, hogy keresztények, és mindenki, aki ezoteriával foglalkozik, és egyéb dolgokkal, legyen az okkultizmusnak rejtett vagy nyilvánvaló formája, tehát az agypontról kezdve a reinkarnáció, a spiritizmus, a horoszkópozás, a különféle távol-keleti tanoknak és filozófiáknak a gyakorlása. Tehát ezek az emberek sajnos, embertársaink tudatlanságukban el fognak veszni ebben az időben, és amikor Isten meg fogja verni ezt a babiloni világrendszert, és elmondja Isten, hogy mikor lesz az, amikor ő az ő saját jelenlétével megajándékozza az engedelmes embereknek a közösségét, az eklésziát, a gyülekezetet,
akik az utolsó pillanatban kiszaladnak, az utolsó időben kimenekülnek ebből a babiloni álkeresztényi vallásrendszerből, és azt mondja, hogy akkor fog Isten nagy erővel meglátogatni a csoportokat, és működtetni az ő természetéből és jelenlétéből fakadó szellemi ajándékokat, amikor is a világban ilyenek fognak történni, hogy csodák lesznek az égben odafennyelek, a földön idelen, vér, tűz és füstnek gőzölgése. Tehát ez itt mind arra utal, hogy vulkánkitörések lesznek, erdőtüzek lesznek, és stb. Stb. Tehát ez most kezdődik a jelenünkben. Azt mondja, a nap sötétségé változik, és a hold vérré, mineket te eljön az Úrnak nagy és fényes napja. Tehát ez a nap sötétségé változik, ez utal arra, hogy ebben fog beteljesedni az, hogy Isten hogyan fogja megrövidíteni a nappalokat, hogy az ő választottai, a szentek, tehát a választottak az azt jelenti, hogy szentek, akik elválasztották magukat ettől a világtól, a világ hamis vallásától, a kereszténységétől, és Isten útmutatása szerint kezdtek el élni. Tehát ezek meg fognak menekülni az Úr nagy és fényes napján az elragadtatás által. Ezért nem igaz, tehát ez az ige leleplezi például az erő elragadtatásnak is a hamis tanítását, ugyanis itt, amikor arról beszél az írásban Isten a proféta által, és ezt megerősíti Isten fiának a beszédével is, amikor is az olajfák hegyén ott van a tanítványok, és kérdezik, mikor lesznek ezek, és akkor ő ugyanezt mondja Isten fia, hogy a nap sötétségé válik, mint a szőrzsák, csillagok hullanak az égről le, és félhomály lesz, háborúk lesznek, stb. Stb. És akkor megjelenik az Isten fiának a jele az égen. Tehát az utolsó trombita szókor, a hetedik trombita szókor, amikor Isten elkezdi megverni az utolsó csapással a babiloni világrendszert, akkor az utolsó csapás megkezdés előtt hirtelen beküldi az ő fiát, és a fia az angyalok által kirántja a világból az ő választottait, a szenteket, hogy ne legyenek részesei ennek a világnak a megverésében. És ezekben a napokban, az utolsó csapás megelőző napokban óriási mértékben az Isten nagy erővel jelent fog venni, részt fog venni az embereknek tehát az igazi Isten fiának, a tanainak, az utasításain élő embereknek a csoportosulásában nagy erővel Isten személyesen jelen fog lenni, és bátorítani fogja, vigasztalni fogja, buzdítani fogja ezeket a csoportokat, akik kimenekülnek ebből a babiloni álkeresztény rendszerből. És ezért nem igaz az, hogy amit látunk a világban, ugye meg a gyülekezetek világszerte gombamódra jöttek létre, főleg a 80-as évektől Magyarországon is. Tehát, és ekkortól kezdték el hirdetni ezt az álszentlélek betöltekezést, meg az álnyelveken szólás, meg az összes többi dolgot. És hogyha megnézitek azokat az időszakokat, ha visszagondoltok, láttatok-e olyan eseményt, hogy sötétségé változott a nap, és a hold pedig vérré? Láttunk-e olyat, hogy Isten elkezdte volna összedönteni ennek a világnak a babiloni rendszerét? Nem láttunk ilyet. Tehát ez miatt, ezek a jelenségek, amiket a 80-as, 70-es évektől kezdve iktattak be a köztudatba, hogy ez az, amiről a Joel próféta beszélt, ez hazugság, mert nem történtek meg azok az események, amivel Isten rámutat, hogy milyen természeti katasztrófák fognak lenni abban az időben. És ugyan volt többféle katasztrófa, a szunamiktól kezdve bármi, de nem volt olyan, hogy a levegőben keringő vulkáni tufa elsötétítette a napot akár fél évre is, mert körülbelül ilyenekre kell számolni, és erre kell gondolni ilyenkor. Ezek nem történtek meg, ennél fogva mindez, amit beadtak nekünk ezekben az években, a 70-es, 80-as években, a 90-es években, a nagy Szentlélek kiáradásra, ez mind hazugság, ez mind az Illuminátinak a műve, ugyanolyan hitetés, mint ahogy az UFO hívőket elhitették az UFO-knak a létezéséről, ugyanolyan hitetés, mint ahogyan
különféle reptilián, meg különféle földön kívüli fajoknak a földön létezésében és az ő segítségükben bízó embereket megetették ezekkel a hamis teóriákkal, csak azért, hogy félrevezessék őket, és ne találják meg az igazi ismeretet, hogy hogyan lehet Isten segítségével megúszni mindazt, ami következni fog a következő hónapokban és években az emberiségre. Tehát Krisztus, mint sátor, mint templom, és ezt kiterjesztette azoknak az embereknek a közösségére, akik az ő beszédének eleget tesznek, és ezt megcselekszik, és ezeket a közösségeket Isten úgy tekinti, mint Isten fiának a szellemi teste, tehát az egész világon, minden országban jelen van így. Tehát ezekben a csoportokban, ekklesiákban Isten ellátogat személyesen, és ő maga működteti az embereken keresztül a profétálás, tehát ez egymás vigasztalását, bátorítását, buzdítását ezekbe a csoportokba, hogy bátorítsák egymást, hogy bármilyen nehézség, nyomorúság és szűkölködésben is élnek, értsék meg mindannyian, minél többen, hogy sajnos ezeknek meg kell lenni, keresztül kell rajta mennünk, mielőtt belépünk az Istennek az országába. Tehát ez egyfajta vigaszt is az Istentől, és ezért kell profétálnunk, tehát egymást vigasztalnunk, bátorítani, hogy tartsunk ki, és ne menjünk vissza a világba, ne menjünk vissza a hamis babiloni rendszerbe, vallásrendszerbe, hamis kereszténységbe, ne kundalini jogázzunk, ne Szentlélekbe töltekezzünk, hamisan Szent Szellembe töltekezzünk. Tehát ebből kifolyólag megérthetjük azt, hogy tartózkodnunk kell minden ilyen babiloni, okkult, álkeresztényi megnyilvánulástól, azért, hogy mindenképpen részesei maradjunk a Krisztus testének, amit ugye minél nagyobb engedelmesség, minél nagyobb erkölcsi tisztaság jellemez, annál nagyobb erővel és személyesen az Atya a megdicsőült test nélküli formájában meglátogatja ezeket a csoportokat, és ezért működik az ő jelenlétében, az emberekben a kijelentések, az igének az értelme, az értése, összefüggésben való meglátása, egymás tanítása, vigasztalása és felkészítése a nagy nyomorúság idejében való helytállása. Ugye a másik igét is nagyon szeretik bibliaverset hangoztatni az illuminátisták, mint egyfajta természet tudományos gyülekezeti stílus bevezetve. Ugye azt mondja itt az 1 Korintus 3:16-ban, azt mondja, hogy nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek. Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten, mert az Istenek temploma szent, ezek vagytok ti. Itt is lehet látni, hogy az írás nem azt mondja, hogy egyes szám első személyben, hogy te vagy a templom, és az Isten benned akar lakni. Ezt szándékosan, ezt félremagyarázták azért, hogy az emberek elhiggyék azt, hogy attól fogva, hogy valaki hall a Jézus Krisztusról, az Isten fiáról, és a csoda dolgairól, attól fogva az az ember bármikor betöltekezhet Szent Szellemmel, és hordozza magában az Isten. És egy ilyen zenés, transz állapotban meghallhatja magában a hozzá beszélő Istent, amikor tanácsot ad, és vezetést ad, és utasításokat az az embernek. Ez egy nagyon okult tanítás. Készülőben van egy filmanyag, ami az összes ilyen hamis tanításnak az eredetét mutatja be, és leplezi le, hogy ezek az okult tanok honnét erednek, melyik távol-keleti vallás filozófiából. Tehát, ha visszatérünk oda, hogy az Új Szövetség korában a templom
ami az Ószövetségben egy szétszedhető sátor volt, vagy a Salamonnak a kőtemploma, vagy miután ezt lerombolták, és a Heródes újraépítette, tehát egy átvitt értelemben és közvetett módon az Istennel való találkozásnak a helye volt az áldozatok bemutatása által. És meg kell értenünk, hogy az Új Szövetségben szellemiképpen ez úgy nyilvánul meg, hogy mindazok, akik az engedelmességük során az Istennek való mindennapi áldozatukkal a csoportokban, kisebb közösségekben részt vesznek abban a munkában, amire Isten elhívta őket az Isten által való kiképzés után. Ezek az emberek áldozatos munkával azon fáradoznak, hogy minél többen megmaradjanak az Isten beszédénél, minél magasabb és mélyebb megértésre jussanak az Isten beszédéből, megértsék az Isten gondolkodásmódját, a Biblia verseket nagy összefüggésekben, mélységében meg tudják érteni és összekapcsolni, és egy különösen erőteljes önmegtisztogató munka részesévé váljanak, amivel meg tudják tartani az örök életüket az emberek. Tehát mindazok azok a szolgálók, az Istennek a küldöttei, akik ebben fáradoznak és profétálnak, tehát egymást bátorítják, vigasztalják, biztatják. Legrosszabb esetben, amikor ellenszegülők vannak és rendbontók, akkor azokat megfeddik. Tehát aki ebben a profétálás szolgálatában vesz részt, és többen így összegyűlnek, ők képezik az Istennek a templomát, ugye? Mert ezek által, az emberek által Isten kommunikál és szolgál az emberek felé, hogy az emberek magasabb szellemi színvonalon éljenek, magasabb erkölcsi normák szerint, amely által élvezhetik az Istennek a meglátogatását, az Isten személyéből, és az Istennek a személyiségéből és az Istennek a jelenlétéből áradó áldásokat átvehessék, amik elsősorban lelki áldások, tehát hogy vigasztalást vehessenek az Istentől, bátorítást vehessenek az Istentől, az Isten felvidámítsa őket, az Isten megvigasztalja őket, az Isten megbékéltesse őket, stb. Stb. Tehát ezek az ajándékok működnek az Isten megjelenésekor. Ezek az ajándékok mindenkor a közösségnek, az eklésziának, tehát a Babilonból kijött, tehát a hamis kereszténységből kijött csoportoknak a keretein belül működnek, és sohasem egyéni szinten önbetöltekeznek az emberek, otthon hallgatják a zenét, a lágy zenéket, amelyek transzbajtik az embereket, és csiklandozó érzést éreznek, hogyha egy fárasztó nap után a munkába hazamentek, és nagyon rossz napjuk volt, elkeserítő napjuk volt, akkor előveszik ezt a önbetöltekezést a Sekina Szent Szellemmel, és akkor minden oké, helyreállt, minden vidámak, erőre kaptak, stb. Tehát ez nem így működik, hanem az Isten jelenlétével való beteljesedés az mindenkor az ő munkájának a végzése közben történik, amikor az emberek vagy meggyengülnek, vagy az ördögnek az akadályaiba ütköznek, akkor Isten még nagyobb erővel, nagyobb koncentráltságban megjelenik a színen, a helyszínen, test nélküli, megdicsült test nélküli formában, és ekkor a szituációk mindig úgy alakulnak, ahogy az Isten ezt eltervezte, a saját maga és a közösségnek a fejlődése, megtartása érdekében. Tehát sohasem látni olyat a Bibliában, az Új Szövetségben, hogy Pál apostol mendegélt az úton, és valaki beszólt neki nagyon csúnyán, és akkor Pál apostol nagyon szomorú lett, és akkor leült a fa alá, és akkor elkezdett betöltekezni, hogy megszabaduljon ettől az érzéstől. Tehát ez okkultizmus, aki ezt gyakorolja, azoknak mind azt üzenem, hogy minél előbb hagyjatok fel vele, és kérjetek bocsánatot Istentől, mert tulajdonképpen a halálos
sírgödöt őket ássátok minden egyes alkalommal, amikor így áll szent lélek, szent szellem betöltekeztek a Sekina szellemmel, Sekina démonnal. És ez miatt engedetlenségbe kerültök az Istennek az akaratával szembe, Isten parancsolataival szembe, és ez miatt nem működik az életeteken a kegyelem, az Isten megbocsátása, hanem anélkül, hogy tudnátok, az Istennek az ítélete lebeg a fejetek fölött, és Isten mentse meg benneteket, hogy baleset érjen, vagy éjszaka, mikor alszotok, elszólítson benneteket az Isten, mert menthetetlenül az ítéletnek a fiaivá váltok. Tehát így ilyen formában látogatja Isten az ő jelenlétével, ahogy ezt a szabadkőművesek Szent Szellemnek hívogatják. Nagyon gonosz módon. Hát mindig ezekben az eklésziákban, ezekben a közösségekben, akik kijöttek Babilonból, ebből a hamis kereszténységből, megtisztultak a tanaiktól, és engedelmességben szolgálják az Istent az ő útmutatása szerint, és specifikusan, tehát ezeket a csoportokat látogatja Isten. Soha nem látogat az Isten egy személyt, hanem mindig az ő választottainak, az ő szentjeinek a közösségét akarja Isten látogatni, hogy az ő jelenlétéből áradjon a vigasztalás, a bűnmegbocsátás, az ő általa való gyógyulások, vagy csodák, csodatevő erők, stb. Stb. Tehát ez sohasem egy ember csinálja magának, ez miatt okkultizmus, és ez miatt nem igaz ez a tantétel. Főként nem, hogy az 1900-as évektől, amikor is kezdtek elindulni ezek a szabadkönyves álmozgalmak, ugye, amit keresztény színezettel színeztek be, és úgy tűnik, hogy ezek keresztény mozgalmak. Ezekben az időkben nem volt a Föld légköre, nem homályosodott el, a nap nem volt napfogyatkozások, több hónapon keresztül tartó napfogyatkozások, nem voltak azok a természeti csapások, amik Istentől származnak, nem voltak jelen, ennél fogva ezek az álszent szellem betöltekezések, álszent szellem kiáradások, ezek mind okkultizmusnak a tanításai és teológiái. Tehát ebből meg lehet érteni, hogy emberek által mesterkélten csinált hamis rendszernek a megerősítésének az alapjait fektették le ezekben az időkben. Tehát így mi mindannyian, akik összegyűlünk az Isten fiának a nevében, gyakorolva az Isten természetének a gyümölcseit, hát a szeretetet, a hűséget, a békességet, a mértékletességet, jóságot, hűséget, engedelmességet, és az összes többi lelki ajándékként felsorolt tulajdonságokat, ahol az emberek ezt gyakorolják, azokat a csoportokat Isten előtt szeretettel fogja látogatni, ahogy főként ahogy közeledünk a nagy nyomorúság ideje felé, ugye látjuk a mindennapi hírekben, hogy a világ vezetője bankokon keresztül hogyan csonkítják meg az országoknak a gazdaságait, belső kereskedelmét. Ezzel készítik fel a világtörténelmet, az emberi történelem legkatasztrofálisabb összeomlására. És amikor ők elérkezettnek látják az időt, az illuminátista világvezetők, akkor ők be fogják zárni a boltot, és nem mindenki fog ennivalóhoz, ruházathoz jutni, és nagyon sokan elveszítik a lakásaikat, otthontalanná válnak. Sajnos nagyon sokan öngyilkosok lesznek, rengetegen lesznek öngyilkosok azért, mert el fogják veszíteni a vagyonaikat, vállalkozásaikat, azt a gazdagságot, amiben most élnek, és ezt nem bírják feldolgozni, és értelmetlennek látják a küzdelmet tovább, és megölik magukat, öngyilkosok lesznek. Tehát tulajdonképpen ezekben az utolsó napokban Isten arra akar felkészíteni mindenkit, hogy olyan állapotba kerüljenek az emberek, mindannyian olyan állapotba kerüljünk, főleg erkölcsileg, és az Isten ismeretében, és az Isten beszédének való engedelmességben olyan magas szintre jussunk el,
hogy az Isten meg tudjon bennünket látogatni, amikor mi csoportosan, ketten, hárman vagy többen összegyűlünk, és egymásnak profétálunk, tehát egymást vigasztaljuk, egymást bátorítjuk, egymást erősítjük, és készítjük fel egymást a nagy nyomorúság idejére, amikor is aztán élesbe fog menni minden, és különösen nagyon nehéz életünk lesz. És kizárólag csak az Isten fog tudni megtartani bennünket, mindazok, akik bennmaradnak Babilon rendszerében, és álszent szellembe töltekeznek, álnyelveken szólnak, és a megvallásos gyülekezetek rendszerébe tartoznak. Isten nem fogja őket látogatni az engedetlenségeik miatt, és a rengeteg ma, akik egymilliárdan, a világban egymilliárd ember vallja magát kereszténynek, ebből az egymilliárd emberből hozzávetőlegesen azt lehet mondani, hogy a 85%-a, 90%-a rögtön az első időszakában, a nagy nyomorúság idejében el fog veszni, meg fognak halni, éhen halnak, vereséget szenvednek, sokan öngyilkosok lesznek, sokan visszamennek a világba, és az antikrisztusi rendszernek lesznek a beépített emberei, akik feljelentik, keresni fogják azokat a keresztényeket, akik elszakadtak a babiloni keresztényi rendszerektől. Nagyon sokan hitetlenné fognak válni, és ateizmusba fognak rohanni ebben az időszakban, mert Isten nem lesz kézzelfogható számukra, nem lesz segítség számukra, nem lesz pénz. Ugye ma a gyülekezeteknek a 98%-át a pénz élteti, és azoknak az embereknek az önfeláldozó, szorgos tizedfizetése, adakozása, amikor a nagy nyomorúság elkezdődik, akkor fog megmutatkozni igazán, hogy miben fog segítséget nyújtani az embereknek, akik hisznek az álszent szellem betöltekezésbe, és az álnyelveken szólásba, a tizedfizetésbe, a harmadik templom építésbe, előelragadtatásba, amikor meg fogjátok látni, hogy mindezek nem működnek, és nem fogják megtartani az életeteket jobbotok, balotokon, rengeteg keresztény ismerősötök fog meghalni, éhen fognak halni, nagyon sokat üldözni fognak, megölnek, megerőszakolnak, meggyilkolnak, tehát teljesen egy totális, drasztikus világban fogunk élni, és tényleg akik erre az időre engedelmességen és erőteljes megtisztuláson keresztül nem tudnak az Istennel kapcsolatba lépni, hogy Isten jelenlétében álmokat, látomásokat kapjanak, vagy angyalokat küldjön az Isten, mint ahogy Kornéliuszhoz is, és Pálhoz is, vagy különféle üzenetekkel, utasításokkal, ugye József is álomban megjelentette, Isten kelj fel, vedd a gyermeket, meneküljetek, mert üldöznek. Tehát ezek mindennapos dolgok lesznek a Földön, az emberek életében, és tulajdonképpen ebben az utolsó napokban, az utolsó napok előestéjén erre kell készülnünk, hogy olyannak találtassunk, hogy Isten méltasson az ő jelenlétével bennünket arra, hogy meglátogasson, és az ő jelenlétéből védelmet kaphassunk, utasítást, életmentő információkat, látomásokban, álmokban való események megjelenítését, hogy mikor merre menjünk, hova bújjunk, hova rejtőzzünk, stb. Stb. És ez miatt kell kijönni Babilon álvallás rendszeréből. Ez miatt kell kiszakadni belőle, és nem szabad elfogadni ezeket a távol-keleti misztérium vallásokon alapuló tanukat, ugye, hogy betöltekezzünk Szent Szellemmel, ugyanis Isten nem egyénenként az emberekre tölti ki önmagát, mint szellemet, hanem az Isten különféle mértékben, az ő jelenlétében akarja részesíteni és átítatni az embert. Tehát nem az embernek kell betölteni az ő belsőjét, hanem az embernek kell az Istennek a jelenlétében benne élni. Ez a különbség a kettő között. És ugye azt mondják a mai gyülekezetvezetők, a szabadkönyves Pálhoz gyülekezetekben, hogy ez az ige arról szól, hogyha dohányzol és kábítószerez, akkor megrontod a te testedet, és nem tud benned lakni a Szent Szellem, ezért az Isten is meg fog rontani. Ez hazugság, nem erről van szó, hanem az Ananiás és Safira féle
bűnökkel megterhelt jellemvonások be akartak lopakodni a Krisztus testébe, és Isten ezt nem engedte. Az ő próbálkozások, ez a gonosz próbálkozásuk, hogy hazudoztak, és meg akarták lopni a szentek közösségét, és ez miatt, a próbálkozások miatt, hogy meg akarták károsítani a Krisztus testét, meg akarták rontani a testet, ezért Isten megrontotta őket. Tehát így működik ez tulajdonképpen. Hát ahogyan ott Jeruzsálemben a szenteknek közös volt mindenük, és szerették egymást, békességben, teljes harmóniában tudtak egymás mellett élni, bátorították, vigasztalták egymást, tanították egymást, erősítették egymást. Ezt Isten különösen nagyon díjazta és védelmezte őket, nem engedte közéjük a tolvajokat, a hazudozókat, a csalókat. És amikor ezt Ananiás és Szaféra ezt megpróbálták, akkor az Isten azonnal megölte őket. Tehát ilyen formában nyilvánul meg. Tulajdonképpen az úrvacsora is ezért egy részből veszélyes, hogyha valaki az úrvacsora előtti órákban nem rendezi le a bűnös dolgait, és egy asztalhoz leül a többiekkel úrvacsorázni, akkor ő megrontja a testet, a Krisztus testét, meg akarja rontani, és ezért Isten is megrontja őt, kiteszi az Isten őt hitető lelkek tanításainak, az ördögöknek, a teológiáinak, és téveigésbe fog az ember merülni, és meg fog részegedni a babiloni hamis kereszténységnek a doktrináitól. Ennyit szerettem volna mondani ebben a hanganyagban. Köszönöm, hogy meghallgattatok ismét. Remélem, hogy ismét sokat tudtam segíteni sokaknak. Arra kérlek benneteket, hogy saját magatok érdekében szedjétek össze magatokat, és erőteljesen kezdjétek el gyakorolni azokat a dolgokat, amelyeket Isten fia kifejezetten hangsúlyoz, hogy gyakorolnia kell mindazoknak, akik meg akarnak menekülni, akik bűnbocsánatban akarnak részesedni, és minden mellett még az Isten országában örök életben akarnak részesülni, és nem ítéletbe. Tehát nagyon fontos ez a törekvés, hogy önmagunk életét minden napon tisztogassuk a bűneinktől, hogy ezáltal Isten megbocsásson nekünk, lássa azt, hogy meg akarok szabadulni ennek a világnak a természetétől, Lucifernek a természetétől, és Istennek a természetében akarunk élni, azt akarjuk gyakorolni és végrehajtani minden napon. Köszönöm, hogy meghallgattatok, Isten áldása legyen rajtatok, mindannyiótokon, akik Istennek való engedelmességben akartok élni. Sok sikert a hátralevő napok, az utolsó időknek, az utolsó békés napjaiban való élésben, a nyomorúság idejére való felkészüléshez. Legyetek áldottak!